rakéta.hu cikke 2022. december 14-én így szól, fizikai törvények valójában nem léteznek, mondja az elméleti fizikus. A fizika sosem lesz lezárt tudomány. És előbb-utóbb a kvantummechanikát is felválthatja valami, a törvényeink pedig valójában a tudomány legfrissebb modelljét tükrözik mindössze. Ez pontosan az, amiről beszéltem már oly sok videóban. Hogy az, akik a tudomány a követői, ők azt gondolják, hogy ez valami exakt dolog, miközben ez folyamatosan változik, ami ami nem jelentheti azt, hogy az igazságot és a valóságot teljes mértékben feltárja. Hisz hogyha állandóan változik, akkor az önmagába foglalja azt, hogy amit most tudunk, az nem azonos azzal, amit a jövőben tudni fogunk vagy gondolni erről az egészről. Ahogyan ma gondolkodnak ők a világról, az csak azt tudhatja, amit most képes összefoglalni. Ez a legfrissebb modell, de ez nem az jelenti, hogy ez a végleges, vagy ez így lesz két-három évtized múlva is. Ez igen csak egybecseng azzal, amit láthattunk ebben a plazmahol elmélet videóban. Habár sok fizikus úgy gondolja, hogy az univerzumot szigorúan és megváltoztathatatlan törvények vezérlik, nem minden tudós érte egyet ezzel. Ez a Sankardas-Sarma elméleti fizikus első látásra, Meglepő módon amellett érve, hogy a fizika végső törvényei valójában nem léteznek. A fizika végső törvényei valójában nem léteznek, a cikket a New Scientist közölte le, melynek címe: Miért nem léteznek a fizikának a törvényei? Amit a fizika törvényeinek nevezünk, azok gyakran csak a természet valamely részének, Matematikai leírása. Én ezt próbáltam elmagyarázni mind a, az összes vitában, lényegében, amit én folytattam az ateista beállítottságúakkal, és mind a mai napig ezt próbálom prezentálni, hogy ezt a matematikát úgy alakítom, ahogy akarom, és egy megfelelő végkifejlethez ki lehet találni egy lehetséges utat, ahol le lehet oda jutni. A végső fizikai törvények valószínűleg nem léteznek, és a fizika még jobbra mondja az elméleti fizikus Sankardas Sarma. Sarma szerint az, amit gyakran a fizika törvényeinek nevezünk, valójában csak konzisztens, matematikai elméletek, melyek látszólag megfelelnek a természet bizonyos részeinek. Ezek a, fizikai törvénye, a, fiz, ezek a fizika törvényei, ezek a fizika törvényei közös valóságunkat hivatottak leírni, viszont fejlődhetnek is, ahogy az univerzummal kapcsolatos ismereteink javulnak. Azt állítja, hogy még az olyan lényeges és alapvető elméletek esetén is, mint a kvantummechanika elméletei túl sok a rejtély és a változó ahhoz, hogy ezt szentnek és megváltoztathatatlannak tekintsük. Kvantamagazin.org szintén megjelentette cikket, Amelynek a címe az, hogy a fizika törvényei nem léteznek, csak pusztán egyfajta tájkép. A tudósok a valóság egyetlen leírását keresik. A modern fizika azonban sokféle leírást tesz lehetővé, amelyek közül sok egyenértékű egymással, és a matematikai lehetőségek hatalmas tárházán keresztül kapcsolódik össze. Beszélnek persze a multiverzumról, hogy a fizika törvényei az adott univerzumra érvényesek, a multiverzum más univerzumaira azonban nem. Akit érdekel nézen utána, itt van a cikk, a linkje, meg lehet nézni itt a másik is, a newscientist.com weboldalról, melynek címe, hogy nem léteznek a fizika törvényei. Úgy véli, hogy a törvények megértése valójában sosem ér véget, ilyen szempontból a fizikát, mint a megismerés tudományát egy végtelen hagyma pucolásához hasonlítja. Lényeg, hogy minél többet tanulunk meg az univerzumról, annál több további tanulnivalónk marad. Magyarán a fizika sohasem lesz egy lezárt tudomány a jövőben, ahogyan a kvantummechanika felváltotta a newtoni mechanikát, a kvantummechanikát is fel fogja váltani valami fejlettebb. Érdekes, hogy hogyan lehet akkor védeni a tudományt, hogy az most a szentírás számunkra, és minden más, ami ellentmond azzal az primitív, meg kőkorszaki, miközben láthatjuk azt, hogy elismerten ők sem tudják, hogy mi az, amit beszélnek lényegében, hisz ez csak a legjobb találgatás, amiről most szó van. Bizonyára mindenki hallott már a húr elméletről, és azt olvashatjuk itt, hogy ennek a megoldási tere hatalmas és összetett, nehezen érthető. Ennek ellenére a fizikusok abban reménykednek, hogy a húr elmélet végül teljes körű leírást ad a természetről, és megválaszolja a kvantummechanika által feltett zavarba ejtő kérdéseket. Ez a kvantamagazin.org cikkében olvasható eredetiben mely cikk szerint létezhet végső az univerzumot leíró elmélet, amely az összes lehetséges univerzumra igaz, ez azonban nem a kvantummechanika. Tehát a kvantummechanika, a jelenlegi gondolkodásmód az nem a végső igazság a valóságot leírandó, hanem a húr elmélet az, amely viszont brutálisan hatalmas és komplex, nehezen értető és feltárható. Ezt még úgy gondoltam, hogy fontos hozzátenni az eddig megbeszéltekhez.